Az első kérdés, professzor, hogy hogyan került kapcsolatba ön Eszterházy Móric életével, történetével, különösképpen, hogy amúgy ön a 16.-17. századot kutatta. Hát ugye az elsődleges dolog az, hogy én a történésznek vallom magam, de azért alapvetően én levéltáros pályát futottam be, 45 évig voltam különböző posztokon levéltáros, és az Eszterházy családdal, már tehát a család indulásától kezdve, hogy a Csalóközből elindultak, és egyre följebb jutottak, bár ennek a fényében találkoztam, mint koraújkoros kutató, találkoztam a családdal. De az, hogy Eszterházy Móric személyével és az ő életével kapcsolatba kerültem, az is valójában a levéltárral függ össze. 1987-től voltam Magyarország képviselője az Osztrák Állami Levéltárban, ahol többek között az egyik feladatom volt az is, hogy a levéltárban lévő magyar vonatkozású iratanyagokat képbe hozzam, megismerjem. Tehát ha jött egy kutató, aki ilyen témával foglalkozott, akkor annak tudjak javaslatot tenni. Így találtam rá teljesen véletlenül az Eszterházy Móricnak a kvázi visszaemlékezésére. Ugye ez egy érdekes dolog, mert egy egyszerű géppel írt, sőt másod indigóval írt példánya a visszaemlékezésnek. A hitelesítést, ahogy ezt meg is az első publikációkor már közzétettem, magának a levéltárnak a hivatali iratai adják, abból lehetett ezt valóban azonosítani, hogy ezt Eszterházy Móric saját munkája, amit beadtak a levéltárba. Viszont amikor elolvastam ezt a visszaemlékezést, akkor azt mondtam, hogy ez az Eszterházy családnak egy kiváló tagja, ugyan sok-sok kiváló tagja volt, a 17. században éppen, amivel még történészként is már foglalkoztam, 17. században egyik Eszterházy követte a másikat a Magyar Királyság ügyeiben, és úgy gondoltam, hogy a Eszterházy Móric személye megérdemli azt, hogy foglalkozzunk vele, hogy ezt megismertessük, hiszen nyilvánvaló, és ez ma sincs nagyon másképpen, hogy az ő személye kevésbé épült be a történeti narratívába, mert egy fontos háttérszerepet játszott, de nem olyat, amire az emberek odafigyelnek. Tehát nem egy Bethlen István, nem egy Tisza István gróf, nem egy Bethlen István, viszont megérdemli azt, hogy a nemzeti emlékezetben egy méltó helyet kapjon. Tehát így jutottam el, úgymond a koraújkori Eszterházyaktól, a 16. századi Eszterházyaktól, az első olyan ős, aki valamire jutott önmagával, Eszterházy Ferenc, a 16. században Pozsony megye alispánja volt. És nagyon ügyesen, hogy mondjam, élt a lehetőségeivel a Mohács utáni időszakban, és hát innen indult a családi elbeszélés, illetve számomra az inspiráció, hogy foglalkozzam Eszterházy Móriccal. Amikor egy könyvben kiadta németül Eszterházy Móric emlékirat töredékeit, akkor ezt megmutatta egy Eszterházy leszármazottnak, például Eszterházy Mónikának Bécsben? Amikor ez előkerült, tehát a kezembe került a levéltárba, tudtam azt, hogy Eszterházy Mónika Bécsbe él. Ezekben az években, ez a 90-es évek legeleje, tehát úgymond a rendszerváltás utáni időszak, és itt az ottani ismerőseim segítségével jutottam el Eszterházy Mónikához, és kértem a hozzájárulását, illetve kértem a véleményét, hogy ha én ezt publikálom, akkor ez jelente valamilyen problémát. Ő megnyugtatott, nagyon kedvesen fogadott, és megnyugtatott, hogy semmiféle problémát ez nem jelent. Örül annak, hogy úgymond az édesapja emléke így módon nyomtatott formában, még ha
akkor Münchenben jelent meg az Ungarnjárbuch, még ha egy németországi kiadványba is, de mégis nyilvánosságra kerül. Professzor úr, mi a jelentősége annak, hogy éppen szinte kereken 30 évvel a német kiadása után most magyarul is megjelenhetnek Eszterházy Móric emlékiratai? Ezt én egy nagyon, nagyon fontos dolognak tartom, és amikor kapcsolatba kerültünk, nagyon megörültem annak, hogy egy ilyen elképzelés, ilyen szándék van, hogy oroszlányhoz, Majkhoz kötődően megjelennek Eszterházy Móric emlékei, mert az ő személye, illetve a család ezen ágának tevékenysége nagyon szorosan kötődik a csákvári, egykori csákvári uradalomhoz. Ugye Majk manapság mind a szerzetesek cellái révén van benne a köztudatban, és főleg a turisztikában részesek tudatában, de nagyon fontos az, hogy ez történeti folyamatban is látassuk ezt, és az, hogy ezt Forgács úr fölvállalta, ennek kiadását és a beépítését úgymond az oroszlányi és környéki, mert nyilván itt nem csak oroszlányra, tehát akár Csákvárt is mondhatjuk rögtön hozzá, köztudatba, ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom. De ez egy úgymond a helyi emlékezet. De legalább ilyen fontos az is, és az interneten nyomon követem azt, hogy az interneten fönn van ennek az Ungarnjárbuchban megjelent variáció, és az akadémia.edu elnevezésű portál visszajelzi mindig azt, hogy kik, hogy hányan nézik. És abból látom, hogy sokan nézték ezt német szakemberek, mert az csak a történettudományban dolgozók, elsősorban doktoranduszok, ugye, akik keresik a forrásokat, azok nézik. Így úgy gondolom, hogyha ennek a magyar változata is hozzáférhetővé válik, illetve vált, az egy nagyon fontos dolog, nem csak a helyi tudat, de a történettudomány forrásainak gyarapítása szempontjából is. Ugye Eszterházy, ezek valójában tényleg egy töredékes feljegyzések. Az nem abban az értelemben, hogy fizikai, hogy abba hagyott egy mondatot, hanem olyan utalások tömegével van tele, amelyeket a történésznek meg kell fejteni és értelmezni kell. Hát én azt mondtam, hogy szinte ilyen kulisszatú titkok gyűjteménye, hogyha végigmegyünk itt az emlékirat töredékeket. Ez olyasmikbe avat be minket, amiket nem is gondoltunk volna, vagy amikre máshonnan alig ha volt rálátás. Ez így van. És egy olyan embernek, aki mindig ott volt valahol a háttérben, ugye hol kevésbé, hol erősebben, hát a 30-as évek második felétől, és a 40-es évek elején erősebben jelen volt. Ez is egy érdekes dolog, ő 1916-ban titkos a koronázáskor, IV. Károly koronázásakor titkos tanácsosi címet kapott. És ez a titkos tanácsosi cím, ami igazából a Habsburg, tehát a uralkodó létéhez kötődött, ez tovább élt a 18 utáni időszakban is, és őt, mint titkos tanácsost rendszeresen hívták azokra a bizalmas beszélgetésekre, amelyeket vagy Horthy Miklós kormányzónál tartottak, vagy valahol abban a körben, amihez ő kötődött. Aztán olvasni talán Berényi György könyvében, hogy viszont sose hallgattak rá. Legalábbis Horthy sosem hallgatott rá. Ez így van, mert két világ volt. Eszterházy életében, ahogy én értelmezem, meghatározó volt az angliai, körülbelül négy év angliai tanulás Oxfordban, meg hát nyilván máshol, ahol olyan emberekkel találkozott, akik ennek akkor még nagyon fiatal embernek az indulásához sok olyan gondolatot adtak, amely messze távol állt Horthy Miklós altengernagy
és a Magyar Királyság kormányzójának gondolkodásától. Hát egyrészt azért, mert egy született, Hortei született katona volt, ahogy én Eszterházit elnézem, azzal együtt, hogy huszárfőhadnagy volt és minden, de azért alapvetően, hogy elnézem, Eszterházi azért kevésbé militarista volt, úgymond, mint Horthy Miklós. Tehát távol állt meg, talán, de hát ez csak egy beleérzés, talán le is nézte egy kicsit. Tehát ugye a Horthy pályája és a Horthy család minden nemesség, meg minden ellenére valójában távol állt az Eszterházi családtól. És még valami, hát azért abban a korban ennek is volt jelentősége, Horthy református volt. Eszterházi pedig katolikus volt, sőt, hát erősen kötődött a katolicizmushoz. Az, hogy legitimista, azaz királypárti volt-e, az ahhoz sem fér kétség, de nem tartozott ehhez a harcias legitimista vonalhoz, amihez mások abban a korban, mint egy Sikrai Antal gróf, aki a legitimisták egyik vezetője volt, vagy a Brakovszky István, tehát nem ahhoz, de a király hűség, vagy a király ekkor már csak a királyság iránti tisztelet, az biztos meg volt benne. Hát tulajdonképpen lehet, hogy az a Bethlen István is, aki a Horthy korszak konszolidátora volt, de ő is Eszterházy Móriccal együtt Horthy tanácsadói köréhez tartozott. Ugyanakkor Bethlen István mondta Eszterházyról azt, hogy a bolsevizmus szálláscsinálója volt miniszterelnökként a 17-es tevékenységével. Hát, amikor Eszterházy úgymond Csákváron csinálgatta a földműves iskolát, 19-be. Ez alatt Bécsbe szervezte a antibolsevista megdöntését, ugye ez úgy nevezett ABC, vagy az, hogy a Eszterházy utal rá Sacher beli urak, ugye a Hotel Sacherben, a Kertenstrászén, ott szervezték azt, hogy forgassák vissza a dolgokat, és hogy sikerüljön a proletár diktatúrát megdönteni. Tehát volt egészen biztos, hogy volt közöttük különbség, de Bethlen is a maga módján, Bethlen is egy anglofil. Tehát olyan volt, aki nem teljes, pláne a 40-es években már, aki Németországgal való szövetségnek csak egy bizonyos határok között volt híve és támogatója. Ugye nem véletlen, hogy Horthy 44. szeptemberében itt a kiugrás, ennek a félre sikerült kiugrási kísérlet kapcsán, ugye ő velük is találkozott, illetve az ő véleményüket is kérte. Csak nem hallgatta meg. Csak nem hallgatta. Nem hallgatott rájuk. Nem hallgatott rájuk. Talán épp az emlékiratokban. Jóisten tudja, hogy Horthy akkor már kire hallgatott, vagy egyáltalában tudta-e, hogy pontosan merre is megy a hajó. Egy biztos, hogy akkor persze tisztán látni nagyon nehéz volt, de talán éppen az emlékiratokban van valahol leírva, hogy egyszer Bethlennel jöttek ki Horthytól, és Bethlen ránézett Eszterházyra, és mondta, hogy menthetetlen, vagy valami ilyesmi. Igen, ezt mondta. Tehát a kritikában Horthy felé azért egymásra találtak már utána Bethlen és Eszterházy. Hát ugye nem értettek egyet azzal, ami történik, nyilvánvaló, és ahogy történik. Mert ugye itt a Horthyban is végül volt egy szándék, hát szeptemberben már volt kint egy delegáció Moszkvába. Ugye Horthy nem bírta megemészteni, hiszen az egész élete az antibolsevizmus jegyébe telt, nem bírta megemészteni, hogy Magyarországnak a Szovjetuniótól kell kérni, egyetlen lehetősége van, a Szovjetuniótól kell kérni fegyverszünetet. Úgyhogy ez, nem tudom, hogy ugye Bethlen és Eszterházy, más lett utána ugye a pálya, mert hát a szovjetek számára Bethlen volt az érték, ugye nem véletlen, hogy rögtön ki is vitték, amikor a szovjet csapatok fogságába került, de ezzel együtt nyilván voltak közös vonások, meg a kibontakozást illetően közöttük is közös elképzelések, csak Eszterházy egy visszafogott, nyilván egy nagyon visszafogott ember volt, aki nem is felejtette el azt, hogy Bethlen mit mondott róla. Igen. Talán, amit még nagyon érdemes kiemelni, Eszterházy szélsőség ellenessége.
ugye amit ez a második világháborúban a zsidókkal történt deportálások kapcsán is megnyilvánul. Hát ez egy emberi tulajdonság, szóval azt hiszem, hogy emberként ő egy humánus, visszafogott, az emberek problémája. Az, hogy erre még visszatérve a első világháború alatt időre, az, hogy a miniszterelnökként elmegy a szociáldemokrata központjába, meg aztán a Népszava szerkesztőségében, épp mikor a életrajzot csináltam, elővettem Garam Jernőnek, a magyarországi szociáldemokraták egyik vezetőjének és a Népszava szerkesztőjének az emlékiratait, aki leírta, hogy ez, hát teljes, ők voltak a legjobb megdöbbenve, amikor Eszterházy nem csak hogy találkozott velük, hanem elment a Népszava Honti utcába, a Népszava szerkesztőségébe, meg hogy meg a Vázsonyit bevette a kormányba. Tehát az, hogy és ez a korabeli Magyarországot kell elképzelni, hogy bevett egy zsidó származású politikust, zsidó vallású politikust bevett a kormányba, az egy megdöbbenést okozott. Volt már előzőleg is a magyar kormánynak tagja, zsidó, olyan zsidó politikus, illetve nem is politikus, hanem katona, a hazai Samu honvédelmi miniszter, aki azonban kitért vallásilag, tehát kicsit más megítélés alá esett, mint a Vázsonyi. Meg hát a Vázsonyi még aztán 19 után is keményen politizált, liberális demokrataként. Szóval ez mindez benne volt az Eszterházynak a megítélésébe, és az Eszterházy személyébe, hogy próbált kompromisszumokat. Én úgy gondolom, hogy az ő legfőbb értéke az volt, hogy kompromisszumokat próbált keresni, nem feladva a saját véleményét, de mégis megérteni a másik oldal véleményét. Ami a két világháború közötti Magyarországon hát azért nem volt egyszerű, és hozzáteszem, hogy Károlyi gróf vejeként sem volt egyszerű nyilván. Talán párhuzamot vonni közte és Eszterházy János között, aki végül börtönben hunyt el, az túlzás lenne. De ön mennyire tartja tragikusnak mondjuk így a 45 utáni sorsát Eszterházy Móricznak, ami történt vele, a birtokai elvétele, a perekben való meghurcoltatás, hort, a menekülés, emigráció? Hát, a 45 utáni idő évei több szempontból is érdekesek, mert már erről értékelés, nem tudok, hogy értékelés született volna, akár a utóbbi évtizedekben is. Ugyanis Eszterházy több népbírósági perbe tanú volt. Többek között Bárdosi László perében. Nagyon, ő nem titkolta, hogy Bárdositól, ugye az emlékirataiban kifejezetten pozitívan emeli ki Bárdosi személyét, de a népbíróságon ott, a népbírósági vallomásában, hát ott jó, az egy már bizonyos értelemben egy kényszerhelyzet, és nyilván lélektani nyomás alatt született, de hát ott ő elhatárolódott Bárdositól. Na most az, hogy ami történt vele 45 után, valószínű az döbbentette őt meg, hogy ő magát valami módon tehát nem is ellenállónak, mert hát ellenálló nem volt, az kétségtelen. De azzal, hogy ő az angol barát politikusok csoportjával letartóztatták, és ezt elvitték koncentrációs táborba. Tehát ebbe nyilván joggal keltette benne azt a várakozást, hitet talán, hogy ő az új Magyarországon valahogy megtalálja a helyét. Ugye a birtokai meg is hagytak neki az első menetbe, a törvény szerint meghagytak neki egy 100 holdas birtokot, amivel sokra nem, nyilván nem jutott, nem is sokáig volt az övé, de ahogy haladt előre az idő, 46, 47, 48, tehát egyre inkább közeledett a teljes kommunista hatalom átvétel ideje, törvényszerű volt, hogy ő belekerül abba a vonalba, amelyik úgymond áldozatul esik annak, ami történik.
annál egy picit, noha nem volt ilyen direkt ellenség, de mégis arisztokrataként olyan volt, akit ki kellett kapcsolni, úgymond a köztudatból. És még egy van, ha ő Budapesten él, az is talán egy más vonal, de miután egy uradalom tulajdonosa, tehát egy vidéknek, egy nem is kicsi vidék. A harmadik legnagyobb birtokos volt Magyarországon. Vidék, így van. Nem is kicsi vidéknek, és nek a ura és birtokosa, ennek következtében mindenképpen el kellett távolítani, tehát sok jóra nem számíthatott. És hát még ebben nyilván benne volt azok, akik a kitelepítésnél már biztos nem, de benne volt ugye az egész család. Benne volt az, hogy vele volt az édesanyja, a Schwarzenberg hercegnő. Nyilván nagyon nehezen tudta ezt megélni, de tudta, hogy valahogy túl kell élni. Professzor úr, a megjelent emlékirat töredékek azért nem könnyű olvasmány. Ön szerencsére nagyon bő jegyzetekkel látta el, hogy ez minél könnyebben érthető legyen. Kinek ajánlja professzor úr ezt olvasásra elsősorban, vagy hogyan olvassa az, aki laikusként vagy történelem kedvelőként olvassa ezt majd el? Én azok, ugye nyilván itt érdekli a történészeket, nem túl sok történész kolléga van, aki ezzel a korszakkal, aki ilyen mélységbe foglalkozik ezzel a korszakkal, hogy az első világháború évfordulója lecsengett, ő akkor egyébként is hát egy nagyon rövid ideig játszott szerepet, Tisza és Vekerle, akit olyan miniszterelnök, akik ott szóba jöttek, előtte és utána. Én azoknak ajánlom, akik arra kíváncsiak, hiszen lassan, ha nem is 100 év, de majdnem 100 év, 80 év eltelik a 40-es évek kezdetétől, hogy szeretnék megismerni azt, hogy milyen volt egy olyan arisztokrata, aki milyen ember volt, milyen politikai körben mozgott, kivel volt. Hozzáteszem, hogy valóban, miután ez egy nehéz olvasmány, tehát nyilván utána kell egy kicsit nézegetni, még a jegyzetek mellett is. És még egy van, olyanoknak is ajánlom, akik Eszterházy Péter életét tanulmányozzák, vagy Eszterházy Pétert nézik. Őszintén megvallom, ugye Eszterházy Péter az édesapjáról eléggé negatív véleményt tett közzé, amikor kiderült, hogy ügynök volt. Én ezzel nagyon nem értettem. Mikor olvastam, akkor sem értettem egyet, most sem értek egyet, mert azt mondom, hogy nem azért, hogy a gyerek ne ítélje meg az apját, hanem azért, mert nem élte meg azt a kort és azt a helyzetet, amiben az édesapja került. És ez azért érdekes ez, mert abban, hogy Eszterházy Mátyás ügynök lett, abban benne volt Eszterházy Móricz, Károlyi Margit, meg az egész Eszterházy család. Tehát ő rajta tudtak találni egy olyan fogást, úgymond, az állambiztonság, amivel őt zsarolni lehetett, presszionálni lehetett lélektanilag. Lehet, hogy épp olyan volt, mint az édesapja, tehát egy hajlott arra, hogy valamilyen kompromisszumot keressen. Eszterházy Móricz élete a 20. századi Magyarország történetének egy apró, de nagyon lényeges eleme. Professzor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, és gratulálok a könyvhöz. Messze elismerve az ön munkásságát, ezt hozzá kell rögtön tennem, mert ritkán adódik ilyen, hogy valaki felvállaljon egy ilyen munkát. Én ezt úgy hiszem, hogy ez hozzátartozik a történethez, és hozzátartozik Eszterházy Móricz úgymond további éléséhez. Ez a legfontosabb. Így van. Köszönöm szépen. Én is.